A Harlekin Tánc és Sport Egyesület tavaszköszöntő jótékonysági zenés-táncos mulatságot rendezett Tarcalon a Hatputtonyos Borfaluban március 4-én. A rendezvényt Butta László, a település polgármestere nyitotta meg, aki arra biztatta a megjelenteket, hogy egy kis támogatással segítsék tovább egyengetni a fiatal tehetségek útjait. A táncos lábú gyerekek, a Manu, a Smiley és a Sunflowers csoport tagjai karneváli hangulatot varázsoltak a parketre, akik elkalauzolták a résztvevőket a diszkó, a latin, a hip-hop és a showtánc világába. Az óvodáskorúak mindenkit levettek a lábukról aranyos kis mozdulataikkal. Tudod, hogy amellett, hogy a tánc tökéletes kikapcsolódás, számos jótékony egészségügyi hatással is bír. Minél tovább bűzi valaki ezt a sportot, annál inkább javul a tartása. A különféle mozdulatok tele vannak hajlításokkal, nyújtásokkal, ugrásokkal, így igen intenzív zsírégető hatásuk van. A Harlekin Smiley csapata szerint például sokkal szórakoztatóbb pörgő ritmusokra mozogni és elengedni magukat, mint az edzőteremben szenvedni a futópadon. A tánc önfegyelemre tanít, javítja az állóképességet és a fizikumot. Éppen ezért az Egyesület arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogyha beiratkoznak a tánciskolába, akkor a boldogság hormon felszabadulásán túl még új barátokra is szert tehetnek. A község vezetője nagyon büszke a tánccsoportra, ugyanis a gyerekek azon kívül, hogy a tánckultúrát, a testmozgást elsajátították, több területi és országos megmérettetésen is remekeltek. A kulturális előadáson egy kislány is megmutatta a tehetségét, ő ének tudásával nyűgözte le a közönséget. A jótékonysági est bevételi táncos jelmezekre, cipőkre és további versenyekre fogják fordítani.